Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás július 16-áig. És megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Hétfő. Itt látható a hold szimbóluma. A hold uralkodik a hétfői nap felett. A hold jelentheti az anyukát, az anyai érzelmeket, vagy jelenti általánosságban az érzelmeket, és megnézzük azt, hogy melyik kártya mutatja azt, hogy mi történik a hétfői napon. Itt látható ez a kutya. Ez jelentheti a házi állatokat is. Kutyát vagy egy cicát. De ennek a kártyának is van szimbolikus jelentése. Utal a barátságokra, és jelenti a hűséget is. Lehet, hogy lesz egy találkozás a baráttal vagy barátnővel, és megnézzük azt, hogy mi történik a következő napokban. Itt látható Mars bolygó szimbóluma. Az jelenti az életerőt, vagy jelenti a férfiakat. Ezen a napon, tehát kedden, hiszen Mars bolygó uralkodik a keddi nap felett, kedden eléri a hold Ráhút a felfele mozgó kármikus csomót. És ez jelent egy új irányt, egy új életterületet. Ráhú utal a változásokra. Megnézzük, hogy milyen változásokról van szó. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét. Lehet, hogy itt ez a férfi egy szerepet játszik nálad, keresi a kapcsolatot, egy új irányt, így a Rahu energiájával, és oda szeretne eljutni, amit ő tervez, ahol ő úgy érzi, hogy itt le tud gyökerezni. Ez lehet a hivatás, lehet a lakhely, lehet a párkapcsolat. Amit ez a fa még jelent, a gyógyító erő. És szerdán Merkur bolygó uralkodik. Utal a cselekvésekre, utal a kommunikációra is, esetleg tanulásra. Mi történik szerdán? Itt látható a hold, hasonlóan, mint a hétfői napnál, jelenti az anyukát, az anyai érzelmeket, de kihat az érzelmeinkre is, itt vágyakról, álmokról, elképzelésekről van szó, és mivel a háttérben Merkur bolygó megjelenik, itt ezen a szerdai napon, itt lehetnek változások, cselekvések, vagy beszélgetések érzelmekről. Csütörtökön Jupiter bolygó uralkodik, és Jupiter bolygó az a szerencse bolygója. Amit még jelent ez az igazság, vagy mutatja az igazságtalanságokat is. Mi történik Jupiter bolygó hatása alatt a csütörtöki napon? Itt látható ez a nagy medve. Ez jelentheti az élet erőt, a belső erőt is, a hitet, a bizalmat. Amit ez a nagy medve még jelent, egy bizonyos személy, és ez a személy, ez tud komoly döntéseket hozni, van szava. Ez lehet az apukád, lehet a főnököd, lehet egy bíró, és a bírósági ügyről van szó. És az jelentheti a kapcsolatot Jupiter bolygóval. Pénteken Vénusz bolygó uralkodik, ez jelenti a szépséget, a kreatív tevékenységet, a szerelmet, és utal ránk, hölgyekre. Mi történik pénteken? Itt ez a hegy
jelenthet hegyvidéket, egy szép környezetet, vagy egy kirándulást. De a hegy még jelenthet problémákat is. Az is lehet, hogy ez a hegy blokkol bennünket, hölgyeket. Különösen, ami a Vénusz témákra utal, tehát a párkapcsolatra. Az is lehet, hogy ez a hegy jelenti a hideg-rideg tartást, vagy nálunk hölgyeknél, vagy a lelki társunk mutatja ezt így, hogy kicsit visszahúzódó. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik, ez a sors bolygója, és őrzi a kármikus témákat. Itt látható a ház, az jelenti az otthonodat. És itt lehet, hogy vannak még nehézségek, vagy az otthonodat illetően, vagy a ház jelentheti a szülői házat, a családi kapcsolatokat, a rokonokat. Előfordulhat, hogy itt vannak még nézeteltérések, és ez már pénteken érezhető, ami bennünket, hölgyeket úgy foglalkoztat, hiszen itt a hegynél sok minden felett töprengünk. Vasárnap az a nap hatása alatt áll, itt van középen. Itt van a napnak a szimbóluma. Itt látható ez a kulcs, a nap jelenti a fellépést, a kisugárzást, és ez a kulcs jelenti az önbizalmat. Legyen meg ez a fellépésed, és akkor is, ha a családban még vannak nehézségek, bízz abban, és ez a medve, ez erősíti a belső hitedet, itt kinyílik ezzel a kulccsal egy új ajtó, és ez jelenti a megoldásokat. És erre megvan a lehetőség. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!